speciális tábor Sonkádon. Autizmusban érintett családok nyaralását segítették civil adományok segítségével. Görög katolikus bölcsőde, 4 csoportos, 48 férőhelyes intézmény épül Fehérgyarmaton. Könyv automata, ezen túl a nap bármely időpontjában lehet könyvet kölcsönözni Nyíregyházán. Éj, együtt lenni jó elnevezéssel szerveztek tábort Sonkádon, ahol a Vizitjuk Vizitúra Egyesület és az Autistákért civil szervezet támogatásával, valamint civil magánadományokkal segítették az autizmusban érintett családok nyaralását. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az egyhetes táborban szülők és gyermekek számos fejlesztő foglalkozáson vehettek részt, amely az országban egyedülálló módon nyújtott élménynyaralást azoknak a családoknak, akik gyakran teljesen elzárkóznak gyermekeikkel a közösségektől. Nem érzi jól magát, és ennek hangot ad, akkor a közvélemény így nem cümmögve, meg jó nagy pofont kéne adni neki, majd tudná. Hát nem tudja szegény akkor se, hogyha kapna esetleg. Sonkádon egy kemping szomszédságában Mák Irén természetgyógyász mesél arról, milyen megjegyzések érik az autista gyerekeket nevelő szülőket a mindennapok során. A természetgyógyász személyes tapasztalatait is felhasználva segít a traumák feldolgozásában a szintén érintett szülőknek. A megoldást a bábokkal játsszuk el. Az nem annyira drasztikus egyébként, mint egy akár egy csoportos családállítás. A sonkádi táborban a szülők mellett a gyerekek is részt vesznek különböző foglalkozásokon, akiknek enélkül a szakember szerint stagnálna az állapotuk. Ha elkezdik fejleszteni, uram bocsán, még a szülő is kap olyan segítséget, hogy ő maga is fejlesztesse otthon a gyereket, akkor igenis látszik a változás. És te varítottad ki? Ezen a foglalkozáson a cél a stresszkezelés gyakorlása. Minél több játék kerül a kosárba, annál közelebb ülhet a segítő kutya. Ilyenkor a gyermek saját magával is megharcol, meséli stábunknak a tábor főszervezője, Vermeser Anita, akinek közeli hozzátartozója szintén érintett az autizmusban. És akkor ők az autizmus specifikus fejlesztői, György és Erika, itt kiírják, hogy egyéni foglalkozást tartanak a gyereknek, avagy csoportosat és hány fővel, és akkor minden szülő x-eli és választja, hogy hova szeretne menni. Ugyanígy van a lovasterápia, Miklós bácsi játszóháza, ez zene, ritmus, rajz és minden, ami fantázia, társasjáték, jelmezbár. 4 kutyával kutyásterápia, Anitánk relaxáló masszást tart szülőknek, nagyobb gyerekeknek, Irén, ő ilyen lelkisegély, Simonettáéktól kaptunk ajándékba egy matató falat, ahol sok kis kütyűvel kézügyesség, koncentrációs szerelés, és minden délután 3-tól, ha az időjárás engedi, akkor vizitúra velem egy másfél óra elvezés. És ez változik, vagy ez van minden nap. Ubrankovics Tamásné és férje 2 gyermeket nevelnek. Tavaly is részt vettek a táborban, és nagy megkönnyebbülés volt számukra, hogy olyan közegben nyaralhatnak, ahol szinte egy családtagjainak érezhették magukat. A tappancsára? Jó. Ubrankovicsék azok közé tartoznak, akik szinte egy percre sem tudják egyedül hagyni gyermeküket. Én csak azt tudom mondani, hogy keressék a hasonló családokat, mert fantasztikus, tényleg nagyon jó, mintha 100 éve ismernénk egymást. 2 nap alatt összekovácsoltunk, és tényleg alakítsunk minél nagyobb kört. Mutassuk meg a világnak, hogy nagyon sokan vagyunk. A táborba 11 család 14 autizmusban érintett gyermekkel érkezett. A tábor iránti igényt jól mutatja, hogy a meghirdetést követően 2 nappal minden hely betelt. Akkor cseréljetek helyet! Akkor te... Van egy vizitúra egyesületünk, itt mi szervezünk vizitúrákat, természetesen fogadunk autizmusban érintetteket is, de ez neurotipikus emberek vizitúrája jellemzően, és ennek a bevételét 100%-ban erre az eseményre fordítjuk. Vannak civil szervezet támogatóink, kaptunk például most a Nyíregyháza Város Ifjúsági Alapjától is támogatást, vannak olyan cégek, akik Nyíregyházáról nagyon nagy hála és köszönet nekik érte, évek óta nálunk szervezik a csapatépítő tréningjeiket, adománygyűjtéseket indítanak. Egy-két anyuka aktivizálta magát a Facebookon, ők járultak hozzá 1-2-3 ezer forintos adományokból
több százezer forinttal, hiszen ennek a teljes költségvetése 4 millió forint. A táborban résztvevő autizmusban érintett gyermekek számára a részvétel tehát ingyenes volt, a kísérő családtagok pedig jelképes összeggel járultak hozzá a közös fejlesztő élmény nyaraláshoz. Dávid, ezt a narancssárgát kérem. Ezt kérem. Köszönöm. A napokban Fehérgyarmaton is letették az új görögkatolikus bölcsőde alapkövét, a 4 csoportos, 48 férőhelyes intézmény egy azon 5 bölcsődek közül, amelyet a Nyíregyházi Egyházmegye épít a megyében. Fehérgyarmat mellett Mátészalkán, Vásárosnaményban, Máriapócson és Nyírbátorban várják majd a leendő bölcsődéseket. Javában zajlanak az építési munkálatok az új fehérgyarmati görögkatolikus bölcsőde épületénél, így fog kinézni az új intézmény. Az épület ünnepélyes alapkő letételére most került sor. A teljes akadálymentes épület családbarát intézményként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növelésére. A szülők jó helyen tudhatják gyermeküket, akik szép körülmények között olyan lelki nevelést kapnak, amelyre a későbbiekben is építeni lehet, hangzott el az ünnepségen. Amikor Fehérgyarmaton egy alapkövet leteszünk, egy bölcsődének az alapkövét, amiben a legkisebbek fognak majd nevelkedni, akkor ezt ezzel a reménnyel és hittel tesszük le. Hogy látjuk, van benne valamennyi tapasztalatunk, hogy azokban a bölcsődékben, ahol gyermekek járnak hozzánk és az ő családjaik, már ott el tudjuk kezdeni az evangéliumnak az átadását. És ez egy nagyon nagy dolog. És ha utána ezek a gyermekek jó alapot kapnak, kősziklára kezdik építeni az életüknek a házát, akkor minden remény megvan arra, hogy majd ha jönnek viharok, mert mindenkinek fog jönni, a megállni. Hát mi ezzel a hittel és ezzel a reménnyel alapítunk bölcsődét itt, hogy úgy neveljük majd itt a gyermekeket, hogy ők biztosan megálljanak majd a lábukon, és jól tudjanak majd élni. A 4 csoportos bölcsőde 48 gyermeknek és családjaiknak biztosít majd lehetőséget a gyermekek elhelyezésére, valamint 13-15 munkavállalónak nyújt megélhetést. A város alpolgármestere az ünnepségen elmondta, Fehérgyarmaton minden egyes munkahelynek, minden egyes lehetőségnek nagyon örülnek. Mert ha egy gyermekben azokat az elveket, azt a szeretetet és azt a elhatározottságot és azt a kitartást tudjuk felépíteni, ami alapján jöhet bármilyen vihar az életében, tud ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, amit ő hittel és becsülettel képviselni tud, akkor az azt jelenti, hogy a világban bármi történik, bármi esemény, őt ebből kimozdítani nem tudja, és ő a későbbiekben kősziklaként fogja a saját elveit képviselni, és vélhetően a saját elveit fogja továbbadni majd az ő gyermekének. Közel 600 millió forintos, 100%-ban támogatott pályázati forrásból épül meg a fehérgyarmati intézmény. Ezentúl a nap bármely időpontjában lehet könyvet kölcsönözni Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár egy új, a nap 24 órájában üzemelő automatát helyezett ki. Az innováció nem egyedülálló az országban, de egy modern város dinamikus fejlődésének fontos mérföldköve. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kortárs modern tánc növendékeinek műsora előzte meg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár új innovációjának átadását. Ahogy a táncművészet, úgy a minket körülvevő kultúra és az ahhoz kapcsolódó elvárások is folyamatosan változnak. Mai világunk az már inkább virtuális világ, és a közösségi médiában, a különböző internetes felületeken, ott éljük az életeinknek a 90%-át már lassan. És az olvasás is egyre inkább kezd áttolódni ugye erre a felületre, de mégis amit a könyv tud nyújtani élményként, és ami lényegében az életünket is meghatározza, akár mondjuk a fejlődés szempontjából gyerekként, ott a könyvnek továbbra is nagyon nagy jelentősége van, és nagyon fontos az, hogy hozzá lehessen jutni, és a könyvnek a szeretete és a könyvnek az olvasása az ott maradjon az emberekben.
Ezért is fontos, hogy legyenek olyan fejlesztések, amelyek a 21. század generációját is meg tudják szólítani. A város dinamikus fejlődésének következő mérföldköve a kedden átadott könyvkölcsönző automata volt. A könyvtárnak e-mailben kell megírni, hogy az olvasó mely könyveket szeretné kikölcsönözni. Ezt a könyvtár munkatársai összekészítik és kihelyezik az automatába, amit a kapott QR kód segítségével, vagy egy egyszer használható kód beírásával lehet használni. Én akkor kiírja, hogy nekem egy könyv van az automatába, és azt szeretném átvenni, akkor meg kell nyomnom, hogy éppen a félretett könyvet akarom átvenni, hát hozhatnék is vissza a könyvet, de most nem azt akarom. És akkor kinyílik az automata, és benne van a könyv. A rendszer és annak kihelyezése 5 millió forintba került, hogy ez hosszú életű és jól használható legyen, néhány szabályt be kell tartani. Annyit kérünk, hogyha vissza is szeretne adni könyvet, ne ugyanabban rekeszbe tegye, hanem indítson egy új tranzakciót, lépjen be újra, és akkor ki fog nyílni egy másik rekesz. Hát az integrált könyvtári rendszerünk így tudja ezt kezelni. Arra figyeljenek még, hogyha befejezték a műveletet, akkor lépjenek ki a kezelőfelületből. A nyíregyházi 24 órában használható könyvkölcsönző automata nem az első az országban. Országos szinten már számos automatával rendelkezünk. Kaposváron, Debrecenben, Tatabányán például vannak már ilyen könyvautomaták, és nagyon-nagyon jók a tapasztalatok. Ugye ez azt jelenti, hogy a könyvtár szolgáltatásait a nap 24 órájában elérhetik a felhasználók, tehát így lehetőségük van bármikor ellátogatni a könyvtárba. Tehát azt gondolom, hogy Nyíregyházán is hasonló tapasztalatokkal fognak majd találkozni. Az ünnepélyes átadón az is elhangzott, amennyiben a kölcsönző beváltja a hozzáfűzött reményeket, a későbbiekben a város más pontjaira is telepíthetnek majd ilyen automatákat. Több mint duplájára emelkedik a szabadon felhasználható diákhitel egy kamata július 1-től. A Diákhitel Központ tájékoztatása szerint az eddigi 1,99%-os hiteldíj 4,99%-ra változik. A társaság közleményében hozzátette, azok számára, akik eddig éltek a hitelmoratórium lehetőségével, továbbra is biztosítja a Diákhitel Központ a moratóriumban való bennmaradást. A Diákhitel egy tanulmányi hónaponként akár 150 ezer forintig is igényelhető, ezáltal évi 1,5 millió forint szabad felhasználású forráshoz juthatnak a hallgatók. A felsőoktatási önköltségre felhasználható diákhitel 2 és az egyszeri diákhitel plusz továbbra is kamatmentes marad. Az élmezőnyben végeztek a megyei civilek a pályázati források lehívásában. Idén csak a Nemzeti Együttműködési Alapból több mint 588 millió forint jutott Szabolcs-Szatmár-Berekbe. A civil megyejárás Máté Szalkán tartott fórumán a helyi szervezetek javaslatait is meghallgatták, de az elért eredményekről és a jövő évi tervekről is egyeztettek a tárca helyettes államtitkárával. Helyi egyesületek is bemutatkoztak június elején Nagyecseden a megyei értéktalálkozón. Ők is pályázhattak a Nemzeti Együttműködési Alap kihírásaira. Kevés olyan pályázati alap van, ahol a nyertesek aránya meghaladja a 70%-ot. Az alap programjait előző év októberében hirdetik meg, így a pályázati év elején már pénzhez juthatnak a civilek. Ebben az alapban idén 11 milliárd forint állt rendelkezésre, melyből több mint 588 millió forintot tudtak lehívni a megyei civilek. Szalai Bobrovnicki Vince, a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Máté Szalkán elmondta, a NEA mellett a városi és részben a falusi civil alap forrásaiért is felelnek. A NEA mellett két egyedi pályázati alap volt, amit elindítottunk, de azokat már évekkel korábban, a városi és a falusi civil alap. Ezekről döntés született idén. Jövőre ennek a kettő alapnak a sorsa azért még bizonytalan, a költségvetési nehézség miatt, de a Nemzeti Együttműködési Alap egy korábban nem látott összeggel egyébként, tehát jóval több mint 11 milliárd forinttal fog tudni működni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek jó hírek, tehát igazából kontinuitásról tudunk beszélni. Magyarországon mintegy 60 ezer civil szervezet működik. Ez európai viszonylatban a középmezőnybe sorolható. A helyettes államtitkár a civileknek tartott fórumon elmondta, a szektor számára elérhető forrásokat az elmúlt 4 évben megnégyszerezte a kormány. Megyei bontásban egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kifejezetten jól áll, tehát a pályázati összegek lehívás tekintetében jól szerepel a megye.
És hát Magyarországon nagyon gazdag a civil élet, él és virul, számos pályázati forma van, most azon túlmenni, hogy mi a NEA keretein belül mennyi forrást osztunk ki, most már több mint, illetve nem csak a NEA, hanem a többi pályázati alap, az most több mint 20 milliárd forint, azon túlmenően azért több mint 300 milliárd forint áll a civilek rendelkezésre különböző egyéb más minisztérium és önkormányzati pályázati formában, úgyhogy azt gondolom, hogy, azt nem mondanám, hogy, kifejezett forrásbőség van, de, elegendő mennyiségű forrás van szerintem a civil életben. A városi civil alapból idén több mint 244 millió forintot, míg a falusi civil alapból összesen közel 446 millió forintot tudtak lehívni a megyében működő szervezetek. Szabolcs-Szatmár-Berekben jelenleg több mint 3200 civil szervezet tevékenykedik. Török László a kisvárdai futballcsapat új vezetőedzője. Az 52 éves prolicenszes szakember korábban ült a Kecskemét és Honvéd kispadján, az elmúlt fél évben pedig a Várda Labdarúgó Akadémia U19-es csapatát irányította. Török László munkáját asszisztens edzőként Erős Gábor és Gerlicki Máté segíti. 5 aranyérmet szereztek a nyíregyházi versenyzők a 127. atlétikai magyar bajnokságon. A gyalogló Helebrand Máté, a távolugró Nyisztor Petra, a diszkoszvető Szikszai Róbert, a magasugró Bakosi Péter és a súlylökő Tóth Balázs állhatott fel a dobogó legfelső fokára. 2 diszkoszvető, Kerekes Dóra és Káplár János ezüst éremmel tért haza Budapestről. 9 nyíregyházi atléta indult el a 127. magyar bajnokságon, és közülük 7 érmet szereztek a Lantos Mihály Sportközpontban. Helebrant Máté, Nyisztor Petra, Szikszai Róbert, Bakosi Péter és Tóth Balázs első helye, és Kerekes Dóra, valamint Káplár János második helye azt jelenti, hogy a nyíregyházi sportcentrum a budapesti Honvéd és a Ferencváros mögött a második helyen végzett az éremtáblázaton. Én bíztam benne, hogy a fedett pályás magyar bajnokság eredményeit, amit itt rendeztünk Nyíregyházán, ezt meg tudjuk ismételni, az 4 arany volt, és hát hála Istennek több lett, 5-öt sikerült elhoznunk Budapestről, és én még optimistaként bíztam a 6. is, Kerekes Dóra személyében, sajnos ez nem jött össze, kis technikai problémái voltak, de ez az 5 aranyérem is azt mondom, hogy csodálatos eredmény a helyezésekkel együtt. A diszkoszvető Szikszai Róbert örült 2. felnőtt bajnoki címének, az eredménnyel azonban nem volt teljesen elégedett. Ugye 61-37-en nyertem, ez szerettem volna, hogyha több. Az elmúlt hetekben már azért 64 fölött is dobtam, 63-80-63 fölött is többször, úgyhogy ellenfél nélkül nehéz volt, hogy a két nagy ellenfelem van, egy fradis srác és az olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoli, ugye ő 44 éves, már nem indult el a versenyen, a másik ellenfelemet pedig valószínűleg műteni kell térdét, úgyhogy klubtársam Káplár Jani volt úgymond az ellenfél, úgyhogy egyedül kellett versenyezni, ezt a második sorozatban sikerült ezt a 61-30-et dobni, utána nem tudom, vagy az időjárás, nem tudom, nagyon leültem, nem tudtam magam felpörgetni arra a szintre, ami kellett volna. Ilyen állapotban még nem voltam soha, tehát olyat, hogy az előző verseny is a 6 dobásom 61-80 fölött volt, még ilyet nem csináltam soha. Ebből ugye az látszik, hogy valószínűleg jó állapotban vagyok, jól is érzem magam, most egy kis pihenőt is kaptunk, úgyhogy akár a hétvégén is már lehet egy 65-66 méter is. Tóth Balázs a fedett pályán szerzett bajnoki címe után hullámvölgybe került, amiből a legjobbkor sikerült kiküzdenie magát. Mindenképpen célom volt a címvédés, ugye már tavaly felnőtt magyar bajnok voltam. Végül ugye sikerült megvédeni a címemet és megszerezni a 2. felnőtt magyar bajnoki címet. Igen, ugye nem voltak hatalmas eredmények mostanában. Ez technikai okoknak betudható. Nem úgy ment mostanában, de hát ugye vannak fentek és lentek, és ezen tovább kellett gördülni, tovább kellett lendülni, ez sikerült is. Úgy gondolom, hogy innentől kezdve már csak felfelé van. Az 5 kilométeres gyaloglásban bajnok Helebrant Máté már Szlovákiában készül az Európa-bajnokságra. Jelen állás szerint szintén ott lesz augusztusban Münchenben az OB-n orrtörés szenvedő magasugró Bakosi Péter és Szikszai Róbert is. Utóbbi esetében a héten dől el, hogy dobókörbe lép az Egyesült Államokban a júliusi világbajnokságon. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Így együtt lenni jó elnevezéssel szerveztek tábort Csonkádon, ahol a Vizítjuk Vizitúra Egyesület és az Autistákért civil szervezet támogatásával, valamint civil magánadományokkal segítették az autizmusban érintett családok nyaralását. Az egyhetes táborban szülők és gyermekek számos fejlesztő foglalkozáson vehettek részt, amely az országban egyedülálló módon nyújtott élménynyaralást azoknak a családoknak, akik gyakran teljesen elzárkóznak gyermekeikkel a közösségektől. A napokban Fehérgyarmaton is letették az új görög katolikus bölcsőde alapkövét, a 4 csoportos, 48 férőhelyes intézmény egy azon 5 bölcsőde közül, amelyet a Nyíregyházi Egyházmegye épít a megyében. Fehérgyarmat mellett Mátészalkán, Vásárosnaményban, Máriapócson és Nyírbátorban várják majd a leendő bölcsődéseket. Ezen túl a nap bármely időpontjában lehet könyvet kölcsönözni Nyíregyházán. A Murics Zsigmond megyei és városi könyvtár egy új, a nap 24 órájában üzemelő automatát helyezett ki. Az innováció nem egyedülálló az országban, de egy modern város dinamikus fejlődésének fontos mérföldköve. Június 28-án kedden a Kölcsei televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb szerda este várjuk majd Önöket, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúlon van esély kevés helyen zápor-zivatar kialakulására. A déli délkeleti szél nagy területen megélénkül, néhol, illetve zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között valószínű.